Ez egy igazi csapatmunka volt, és egy nagyon nagy siker. Talán az év legjobb játékát nyújtottuk egy nagyon fontos mérkőzésen. Nem volt hiba a csapatban. Teljesen ki vagyok fulladva, nagyon elfáradtam. Szeretnék mindenkinek gratulálni, szenzációs este volt. Az érdekes, hogy belülről gyakorlatilag egy-két támadás volt, amikor úgy kicsit jobban izgultam, hogy följöhetnek, de nem éreztem rá nagy esélyt, mert egyszerűen mindenre volt válaszunk, és támadásban, védekezésben extrát játszottunk, úgy gondolom, és nem volt esélyük elkapniuk minket ma. Sokat nézek NBA mérkőzéseket, és ott látom, hogy mennyire együtt élnek a szurkolók a meccsel. Itt Szegeden ugyanezt tapasztalom. Kezek a magasban, hangosan szurkolnak, egyszerűen nem lehet ilyenkor rosszul játszani. Ilyen az igazi hazai pálya. Nagyon sokat köszönhetünk a szurkolóknak, akik megnehezítik minden ellenfelünk dolgát. Mindig vannak hibák, és tökéletesen nem lehet játszani, még hogyha néha ezt is várják tőlünk, de úgy gondolom, hogy minden dicséretet megérdemel a csapat. Mindig szoktunk hosszabb beszédeket, de ezután a győzelem után, ahogy mondott a mester, bravo, illetve háromszor mondta, hogy bravo, és ez mindent elárult. We cannot forget, we have another two games. Nagyon szép karácsonyi ajándék volt ez a meccs, bár lesz még két bajnokink. Megyünk a válogatottba, oda is sikerélménnyel érkezünk, majd jövünk vissza januárban, és arra koncentrálunk, hogy a Vardar és a Kolding ellen hozzuk a hazai meccseinket, és a Barcelona, illetve a Kielce ellen bravúrt mutassunk be. Talán a eddig elvárásainkat is felülmúltuk azzal, hogy a harmadik helyen telelünk úgymond ebben a bomberős csoportban. Tényleg fantasztikus, amit eddig nyújtottunk, viszont nagyon fontos mérkőzések várnak még ránk tavasztal is, és lesznek abban kötelező győzelmek, amik biztos, hogy nagyon nehezek lesznek itthon a Kolding ellen, gondolom elsősorban, illetve kellenek még nagy bravúrok tavasszal is.